Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez történt ma, legújabb adása híreink röviden. Vlagyimir Putyin közölte, mi Moszkva valódi célja az ukrajnai háborúban. Von der Leyen szerint Orbán békítése nem fogja megállítani Putyint. A svájci Weltwoche főszerkesztője azt írta Moszkvából, Orbán most megmutatja, hogy mit kell tenni a békéért. Újabb párt jelentette be azt, hogy csatlakozik a Patrióták Európáért frakcióhoz. Donald Trump robbantott, újabb döntő vitára hívta Joe Bident moderátorok nélkül. Nem fegyvernyugvást kell elérni az ukrajnai háborúban, Oroszország a konfliktus teljes és végleges lezárását akarja elérni, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök az Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatott, moszkvai tárgyalások után tartott közös sajtónyilatkozatban. Az orosz államfő időszerűnek és hasznosnak nevezte a megbeszéléseket, és megköszönte a magyar kormányfőnek azt, hogy ellátogatott Oroszországba. Putyin szerint Moszkva Orbán Viktor látogatását a párbeszéd helyreállítására tett kísérletnek tekinti. Vlagyimir Putyin meglehetősen alaposnak, közvetlennek és őszintének nevezte a több mint 2,5 órás eszmecserét, amelyet a magyar miniszterelnökkel folytatott. Közölte, hogy szó esett az ukrajnai konfliktus megoldásának lehetséges módjairól, és Orbán Viktor beszámolt neki keddi kijevi tárgyalásairól, amelyek során tűzszünetre szólított fel, hogy megteremtse a feltételeket az Ukrajnáról hosszabb távra szóló tárgyalásokhoz. Putyin ismételten kifejezte Oroszország készségét a konfliktus tárgyalásos rendezésére, hozzátéve, hogy Kijevben ezzel szemben még mindig bíznak a győzelemben, és úgy vélve, hogy Ukrajna támogatói továbbra is megpróbálják, úgymond, ezt az országot és népét faltörő kosként, áldozatként felhasználni az Oroszországgal való konfrontációban. Putyin álláspontja szerint az ukrajnai vezetésnek azért sem érdeke a megegyezés, mert a hadi állapot visszavonása után szabad választásokon közel nulla esélye lenne az elvesztett legitimitások visszaszerzésére. Nem egyszerűen fegyvernyugvásnak vagy ideiglenes tűzszünetnek kell lennie, nem valamiféle szünetnek, amelyet a kijevi rezsim arra használhatna fel, hogy pótolja a veszteségeit, átcsoportosítást hajtson végre és újra fegyverkezzen. Oroszország a konfliktus teljes és végleges befejezése mellett van, mondta Putyin. Rámutatott, hogy Moszkva szerint ennek érdekében maradéktalanul ki kell vonni az ukrán erőket a donyecki, a luhanszki, a zaporizsiai és a herszoni régióból, de vannak egyéb feltételek is. Az orosz elnök arról is szólt, hogy folytatódik a munka a paksi atomerőmű bővítési projektjén, hangsúlyozta, hogy az 5. és 6. blokk üzembe helyezésével a létesítmény kapacitása több mint a kétszeresére nő. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, az X-en üzent annak kapcsán, hogy miként értelmetlen Orbán Viktor magyar miniszterelnök moszkvai békemissziója. A békítés nem fogja megállítani Putyint, közölte von der Leyen, amihez hozzátette azt is, hogy ehelyett úgymond csak is az egység és az elszántság fogja kikövezni az utat egy átfogó, igazságos és tartós békéhez Ukrajnában. Közben az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének választott észt miniszterelnök Kaja Kallas közölte az X-en, hogy Moszkvában Orbán Viktor egyáltalán nem képviseli az EU-t vagy az EU álláspontját, és arra használja ki az uniós elnökségi pozíciót, hogy zavart keltsen. Szerinte viszont ennek ellenére az EU egységesen és egyértelműen Ukrajna mögött áll, és kiáll az orosz agresszió ellen. Moszkvából jelentkezett be videóban a svájci Weltwoche hetilap főszerkesztője, aki Orbán Viktor miniszterelnököt kísérte a tárgyalások helyszínére, többek között Kijevbe is, és akivel a repülőn is beszélgetett. A miniszterelnök múlt hétfő óta tölti be az Európai Tanács elnöki tisztét, a legfontosabb prioritása a béke Ukrajnában, és azt mondta nekem, hogy harcolni fog a békéért akkor is, ha Brüsszelből próbálják ebben megakadályozni, fogalmazott a főszerkesztő, aki emlékeztetett arra, általános döbbenetet látott az Európai Unióban annak kapcsán, hogy Kijev és Volodymyr Zelenszky elnökkel folytatott egyeztetés után pár nappal Moszkvába látogat a magyar miniszterelnök. A főszerkesztő odaszúrt egy kicsit a hazai politikumnak is, mondván, a magyar miniszterelnök most megmutatja, hogyan kell tenni a békéért, igazából ezt kellene nekünk, svájciaknak is tennünk. A találkozó technikai részleteiről is beszélt Köppel, az ismert, abszurd hosszú asztallal ellátott teremből a két vezető nemzetbiztonsági tanácsadói és külügyminiszterei kíséretében.
Az újságíró megjegyezte, hogy Orbán kijevi látogatása után pozitívan értékelendő az, hogy Zelenszkij a békekonferencia mellett foglalt állást, de ezt nem szabad túlbecsülni. Ezek még csak rügyek, apró jelek arra vonatkozóan, hogy talán olvad a jég. Az újságíró bírálta az EU azon politikusait, akik elutasították a diplomáciai megoldásokat. Ez a következménye annak, ha csak fegyverekkel szólsz a másik oldalhoz és démonizálod őket, mondta. Azután úgymond hülye helyzetet eredményez az, ha mégis tárgyalni kell velük. Itt találta meg a megfelelő szerepet magának a magyar kormányfő Köppel szerint, aki neki azt mondta, hogy sok támadást kell ezért elviselnie, mert mindkét féllel szóba áll, de most talán jól jön az, hogy van valaki, akivel mindkét fél is szóba áll, hogy meg lehessen állítani Ukrajna haldoklását. A spanyol Vox párt pénteken bejelentette, hogy távozik az Európai Konzervatívok és Reformerek pártcsaládjából, és helyette az Orbán Viktor féle Patrióták Európáért frakcióhoz csatlakoznak. A párt ugyanakkor leszögezte azt, hogy Giorgia Meloni mindig is barát és szövetséges marad a számukra. A hírt Orbán Balázs is megosztotta az X oldalán. A spanyol párt 6 képviselőt visz át a konzervatívoktól a patriótákhoz. Alig egy héttel a Joe Biden számára katasztrofális kudarccal végződött első elnökjelölti vita után Donald Trump egy újabb, soron kívüli, döntő mérkőzésre hívta ki riválisát. Mint arról beszámoltunk, a Trump iránti elfogultsággal alig ha vádolható CNN, amely a vitát is megrendezte, az ő felmérésük szerint a volt elnök 67-33 arányban bizonyult jobbnak a 90 perces élőadásban látottak alapján a nézők körében. Azóta folyamatosan érkeznek hírek arról, hogy a demokraták keresik a lehetőséget Biden lecserélésére. A szóba jöhető jelöltek között állítólag Michelle Obamának lenne egyedül esélye novemberben Donald Trumppal szemben. Most Trump a saját közösségi média felületén tette közzé a felhívását, amellyel úgymond segíteni akar a demokraták döntésében, mondván egy újabb vitában Biden bizoníthatja kompetenciáját vagy annak hiányát, írta a volt elnök a Truth Social oldalon. A formátumra is van javaslat a Trumpnak, eszerint csak a két jelölt állna a színpadon, és moderátorok nélkül vitáznának egymással. Egy mindent eldöntő vita, csak mi ketten a színpadon, az országunk jövőjéről beszélgetve, írta Trump, aki készen áll bárhol és bármikor az eseményre. A volt elnök szerint egy ilyen vita nézettsége mindent elsöprő lenne az új formátum felett. Az első vita sem teljesített rosszul, ami élőben 47,9 millió nézőt vonzott. Mint ismert, a CNN által rendezett vitát szigorú szabályok mellett tartották, mindkét jelöltnek csak 2 perc állt rendelkezésre válaszonként, amit 1 perc reakcióidő követett, a mikrofonjaikat pedig kikapcsolták, amikor kifutottak az időből, vagy amíg a másik fél beszélt. A témákkal kapcsolatban Trump azt javasolta, hogy tekintsék át Biden elnöki ciklus alatt hozott intézkedéseket. Hadd magyarázza el Joe, miként akarja a nyitott határokat, amelyekkel emberek milliói és sok ismeretlen helyről érkező erőszakos bűnöző özönlik be hajdan csodálatos nemzetünkbe, vagy miért akarja azt, hogy férfiak induljanak el versenyezni női sportokban. Biden és a Fehérház egyelőre nem reagált Trump javaslatára. Mint ismert, elvileg egy további vitában egyeztek meg a felek, amelyre szeptember 10-én 21 órás kezdettel kerülne sor. Ez volt tehát az Ez történt ma, mai adása. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, köszönöm, hogy több mint 76 ezeren már feliratkoztak a csatornánkra, ha esetleg ezt nem tették volna még meg, akkor kérem, hogy csatlakozzanak, hogy elsőként értesülhessenek friss műsorainkról. További szép estét kívánok, és találkozzunk a legközelebb is.